Köszöntöm kedves nézőinket, Önök az Universitas Televízió műsorát látják. Röviden a tartalomból. Magyar köztársasági érdemrend középkeresztjével tüntették ki dr. Korinek László kriminológust. A vizsgaidőszak részeként zajlott a kipakolása a művészeti karon. Egyetemünkre látogatott a Tuzlai Egyetem rektori vezetősége. Az Emil és a Detektívek című gyermekdarabot mutatták be az egyes számú gyakorló általános iskola diákjai. A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki dr. Korinek László kriminológust, a Belügyi Szemle főszerkesztőjét. Az állam és jogtudományi kar oktatója többek között a pécsi tiszteletbeli német konzuli feladatokat is ellátja. Dr. Korinek László az egyetem jogi karának elvégzése után tanársegédként maradt a karon, ma már azonban egyetemi tanárként tartja az óráit. Bár sokféle tevékenységet végez, az oktatás számára a legkedvesebb. Az oktatás, azt szeretem csinálni, az mindig feldob, amikor látom, hogy a hallgatók azért most kaptak valamit, visszajeleznek. Van persze abba, aki már 30 éve csinálja az oktatást, egyfajta exhibicionizmus, meg jó az a terület, szeretem, izgalmas, amivel foglalkozom, tehát a kriminológia, a bűnözés elmélete, azt jól lehet tanítani, tehát az közel áll az emberekhez, izgatja őket a rossz, a bűn, úgyhogy jó példákat lehet hozni, úgyhogy ezt jó csinálni. A professzor úr kutatási területei a bűnügyi statisztika, a bűnmegelőzés és a viktimológia, azaz a tettes felderítésének kriminalisztikai tudománya az elkövető és az áldozat kapcsolatainak kutatása útján. A kutatási területem úgy indult, hogy igazságügyi statisztikának nevezték ezt a területet, vagyis hogy lehet a bűnözést mennyiségileg megfogni. És akkor Magyarországon, sőt az akkori szocialista világban elsőként én fogtam egy olyan területhez, ami akkor nagyon kényesnek számított, ez pedig a rejtett bűnözés volt. Tehát, hogy azokat a bűncselekményeket hogy lehetne megismerni, megmérni, amikről nem szerez tudomást a rendőrség vagy a hatóság. Kisebb bolti lopások, vagy hogy nem vesznek jegyet a közforgalmi járművökön, egészen odáig, hogy vannak olyan ügyek, amiket elkövetnek, például autórongálást, és mondjuk a rendőrség nem vesz róla tudomást, hiába akarja feljelenteni valaki. Aztán némileg módosult az érdeklődésem, pontosabban ebből a témából kifejlődött egy másik, a bűnözési félelem, tehát hogy mindannyiunkat fenyeget valamilyen szinten, hogy bűncselekmények sértettjei leszünk, de ez embere válogatja, hogy csapódik le. Tehát van, aki nem vesz róla tudomást, van, aki fél, van, aki szorong, és ezeket egy kutatással sikerült elkülöníteni. Dr. Korinek László a rendszerváltáskor Budapestre került, és 3 évig a Belügyminisztérium helyettes államtitkára, valamint a Belügyminisztériumhoz tartozó rendvédelmi, fegyveres egyenruházott szerveknek a felelőse lett, majd 93-tól a mai napig a Belügyi Szemle főszerkesztője. A Belügyi Szemle az egy 50 éve alapított központi tudományos folyóirat a Magyar Belügyminisztériumnak. Elméletileg minden a Belügyminisztériumhoz tartozó területet lefed, de gyakorlatilag azért mégiscsak a rendőrség, vagy ezen belül is hangsúlyozottan a bűnüldözés a legfőbb súlypontja. Ez azt jelenti, hogy minden hónapban megjelentetünk egy számot, most már 6 éve tematikus számokra tértünk át, tehát egy súlyponti kérdést járunk körbe, a korrupció hogy alakul, vagy a kisebbségek bűnözése, vagy a migráció hogy hat ki az országra, és hasonlók. Ott a munkám azt jelenti, hogy mindig szerdán és csütörtökön vagyok Budapesten, amikor is hát kell tartani a munkatársakkal a kapcsolatot, a szerzőkkel, át kell nézni kéziratokat belejavítani. Egy szóval az egy klasszikus szerkesztői
munka azzal a többlettel, hogy ugye már 13 éve a belügyminisztériumban dolgozom, tehát nagyjából azért sejtem, hogy hol vannak azok a pontok, amikről beszélni kell. Dr. Korinek László a 90-es években 8 évig a Magyar Kolping Szövetség országos elnöke volt, majd 96-tól ő a tiszteletbeli német konzul Pécsett. Én nem adhatok útlevelet, nem adhatok vízumot, de útlevélkérelmet befogadjuk és mi továbbítjuk, vagy ha ide érkezik az útlevél, mi kézbesítjük, de ha például eltűnik egy német állampolgárnak itt, ami sajnos elég gyakran előfordul, hogy ellopják, vagy elveszíti az útlevelét, akkor tudok adni egy pótlóiratot, amivel hazautazhat. Elég sok olyan rendezvény van, amit a magyarországi németek tartanak, meglehetősen sok protokolláris helyen kell képviselnem Németországot. Szóval ezek a keddi, pénteki, meg hétvégi napjaimat általában megszínesítik. A professzort márciusban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki. Jó leső érzés. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy amikor átvettem, az megható volt számomra, hogy a parlament kupolacsarnokában a három legmagasabb közjogi méltóság átnyújtotta, ez tetszett nekem. Az idén is a vizsgaidőszak részeként zajlott a hallgatók munkáinak kipakolása a művészeti karon. A három nap alatt a kar épülete megtelt képzőművészeti alkotásokkal. A művészeti kar éves kipakolása arra szolgál, hogy a hallgatók tanulmányaik során készült munkáikat kiállítsák a kar falain belül, lehetőséget adva az oktatóknak is az alkotások megtekintésére és értékelésére. Ennek végülis az a haszna, hogy egymás munkáit is meg tudjuk nézni, tehát hogy mi az, ami egész évben készült, hiszen külön műtermekben vagyunk, kicsit elszigetelve egymástól is, évközben csak a munkafolyamatokat látjuk. Így évvégén pedig, hát azt nem mondom, hogy kész munkákat, de legalábbis egy olyan fázis látunk, hogy abban egy átfogó képet kaphatunk arról, hogy mi történt egész évben. A képzőművészet hát szinte minden ágát és formáját felöleli egy ilyen kipakolás. Grafikák, festmények, szobrok. Én régebben láttam itt már installációt is. Egyrészt a lehetőségek is meghatározzák, hogy milyen munkák születhetnek, de hát ugyanakkor, hogyha valaki elég kitartó, akkor hát igazából bármi lehetséges, tehát bármilyen munkát ki lehet vitelezni. Az én programom ebben az évben a munkaábrázolás volt, és hát ezt próbáltam minél több technikával és kicsit elvinni a szélsőségek felé, tehát hogy egyrészt egy kötöttebb megfogalmazásba, tehát egy ilyen fotorealisztikusabb olajképben való feldolgozásba, ugyanakkor megpróbáltam egy kicsit az indulatosabb festészet felé is elmenni, és ugyanakkor más technikák, nem csak olajfestményben, hanem grafikákkal vagy applikált munkákkal is próbálkoztam, kollással, montással. Én ebben a fél évben a nagyméretű képeimmel készültem elsősorban, és hát a már régebben bevett technikámat folytatom, a egyszínű alapra vagy színes alapra rávitt figurákat. Az ember a központi témája a képeimnek, tájképet ritkán festek, illetve azt egy teljesen más stílusban és elgondolásban. Az elvem az anyagszerűség és a transzparencia keverése, ezáltal valamennyire sejtelmes is lesz, ugyanakkor meg is mutat konkrétumokat. Régebben táj után festettem, a látvány után, aztán átalakult absztrakttá, és kiderült, hogy az absztraktból visszajöttem a tájhoz, de ez ilyen véletlenszerű volt, vagyis inkább törvényszerű, nem volt annyira tudatos, és most a kettőnek az ötvözése, ami így érdekel, hogy hogyan jelenik meg a táj a belső világomban, és nem feltétlenül a látvány utáni festészet, de hogy mindenképpen emlékeztessen arra, hogy mit érzek a táj iránt, és ezt színekben és fotókban és formákban kifejezve. Benne van a
az alkotási folyamatban az, hogy szeretem, ha a kép saját magát festi meg, mert ugye a fák, ahogy a nőnek, az is egy természetes dolog, és az ember nem nyúl bele, és ahogy a festék folyik, az is kicsit független tőlem, persze valamennyire megpróbálom irányítani, de mindig valami más lesz, mint amit eredetileg akartam, és ez benne a szép, hogy így a szemem látára változik, és én csak egy ilyen eszköz, egy ilyen segítő vagyok. Egyetemünkre látogatott a Tuzlai Egyetem rektora, rektorhelyettesei, valamint Bosznia-Hercegovina tuzlai származású budapesti nagykövetasszonya. A megbeszélésen a két egyetem közötti együttműködés folytatásáról és további lehetőségekről tárgyaltak. A tuzlai delegáció itt létekor dr. Izudin Kapetánovics, a Tuzlai Egyetem rektora, bemutatta az utóbbi időben a boszniai egyetemen történt fejlesztéseket. Az elmúlt évben az integráció során természettudományi, matematikai kar és sporttudományi kar alakult. A Tuzlai Egyetemen így a hallgatói létszám 15 ezerre emelkedett. A Tuzlai Egyetem nagyon sokat változott az elmúlt években. Azokat a kapcsolatokat, tanár és diákcseréket, amelyeket önökkel kialakítottunk, folytatni kívánjuk. Ugyanakkor ősztől mi is áttérünk a kreditrendszerre. Ez az áttérés bizonyos értelemben az európai integráció előszobáját is jelenti. Az egyetemünkön belül a különböző fakultások önállóságát megszüntettük, ugyanakkor a hallgatók nagyobb szabadságot kapnak, hiszen a legkülönbözőbb kurzusokat vehetik fel az egyetemen belül. Olyan kurzusokat, amelyek konvertálhatók egy új típusú Európában, egy új típusú európai gondolkodásban. Így a jövőben még több kapcsolódási pont lehet az önök egyetemével, valamint a régióban található más egyetemekkel, hiszen a régióban élő nemzetek és egyetemek együttműködési kényszere még soha nem volt ilyen nagy, mint az utóbbi időben. A két egyetem közötti együttműködést a jövőben a külügyek terén szeretnék folytatni, egy olyan kapcsolati rendszer kiépítésével, amely a jelenlegi Marburg, Nagyszeben, Maribor, Pécs együttműködést Eszékkel, Újvidékkel és Tuzlával bővítené ki. Az Emil és a Detektívek című zenés-táncos gyermekdarabot mutatták be az egyes számú gyakorló általános iskola diákjai. Erik Kessner regényét az iskola tanárai állították színpadra. Az Emil és a Detektívek című zenés-táncos gyermekdarabban az egyes számú gyakorló iskolának több mint 150 tanulója szerepelt. Élő zene, 70 tagú énekkar és tánckar tette még színesebbé a diákok amúgy is fergeteges játékát. Kessner nyelvezete az, ami megragadott, vagy az áll közel hozzám, így esett megint egy Kessner műre a választás az Emil és a Detektívekre. Szóval tavaly nyáron elvonultam is magányomban, hát elolvastam többször a regényt, aztán rájöttem, hogy hát ezt teljesen nem lehet megcsinálni, úgyhogy akkor kihúztam azokat a részeket először, amelyik nem színpadra vihető, akkor meg lukak voltak benne, és akkor hát azokat megpróbáltam kitölteni párbeszédekkel, úgyhogy aztán végül is ez sikeredett belőle. Mindenképpen zenés darabot akartunk csinálni, mert a másnak annyira jó zenéje, hogy anélkül nem igazi az egész, úgyhogy akkor nekiálltam és próbáltam dalszövegeket írni. És amikor már úgy gondoltam, hogy talán megfelelő lesz, akkor a másnak elvittem, és hát, ilyen muzsika kerekedett. Szeptember elején kitaláltam, hogy kellene egy kis ráhangolást csinálni, és egy nyomozós játékot indítottam el, feliratokat helyeztünk el a iskolán, hogy óvakodj a zsebtolvajoktól, ne állj szóba idegenekkel. A következő nap egy körülési plakátot raktunk ki, amelyen rajta volt egy fantomkép és egy szöveg, hogy
XY-t keressük, aki kisgyermek ellen elkövetett lopásokkal, gyanúsítható, stb. De a végén aztán nap mint nap más és más, hogy aki jelentkezett nyomozónak, az kapott kis nyomozó igazolványt, és akkor azzal kellett feladatokat megoldaniuk. Na végén az utolsó stáció, hogy hétig ment ez a játék, és az utolsó pedig az volt, hogy előadásra kerül majd ez a darab, és lehet jelentkezni szereplőnek. Addigra már eléggé belelkesedtek a srácok ebben a nyomozósdiba, úgyhogy nagyon sok gyerek jelentkezett a szereplőválogatásra, úgyhogy nagyon komoly kétnapos szereplőválogatást tartottunk, és hát persze azt néztük, hogy milyen szerepekhez ki alkalmas, úgyhogy azt hiszem, elég jó eltaláltuk. Kétfordulós válogatáson vettünk részt, és azon mindenki megjelölt egy szerepet, hogy mi szerettem volna lenni, és hát én Gusztáv szerettem volna igazából lenni, de hát így kaptam az Emil szerepet. És hogy tetszett végül is az Emil szerepe? Hát nekem nagyon jó volt, és szerintem illik rám. Mi tetszett a legjobban az egész darabban? Hát az, hogy ilyen vidám és elmondhatatlan, hogy milyen. Törj a fejét, hogy mi történhetett veled. Mi természetesen nem árultunk el neki semmit. Én csak annyit tud, hogy itt vagy Berlinbe, hogy nincs semmi bajod, és hogy nem kell aggódnia. Na, azt nem garantálom, hogy nem aggódik. Minden esetre nem azon kell törni a fejét, hogy mit vegyem fel a temetésedre. És te okultál idejönni. Én csak lekísértem a barátodat a kapu elé, de már megyek is vissza, különben felriasztja az egész rendőrkapitányságot. Mert hogy két gyerek veszten el egy nap, azt már nem bírnál az idegrendszere, és haragudott. Számárság abban egy dekát se, de aggódik. Remélem holnapra lefogjátok a tagot. Kiválatok a mestert, de ez így mi a professzor? Örvendek a szerencsének, professzor. Egy igazi detektívvel, most pedig elpárkolok. Holnapra megint itt vagyok. Jaj, de szívesen veletek maradnék. De hát egy tisztességes lánynak korán ágyban a helyen. Elején nehéz volt ezt eljátszani, de már minél jobban belejöttünk, és egyre jobban át tudtuk venni a szereplő jellemét. Októbertől minden hétfőn 3-tól 5-ig próba volt, 3-tól 4-ig prózai próba volt, és 4-től 5-ig táncos. Múlt nyár óta dolgozunk rajta, először a szövegkönyv készült el, aztán amikor a dalszöveget megkaptam, akkor nem tudtam már nyugton maradni, akkor muszáj volt nekiállnom, és ennek csak egy oka van, hogy annyira számomra, annyira kedves és annyira szép szövegek ezek, hogy egyszerűen nem hagyott tétlenül a dolog. És hát akkor nekiálltam, először csak a dallamok születtek meg, és aztán úgy igazából nem tudom megmondani, úgy jött az egész, és akkor azon gondolkodtunk, hogy hát milyen zenekar adja elő, hogyan szülessen meg a matéria, tehát az igazi zenei anyag. És akkor azt mondtam, hogy a két Lottinál az volt, mivel ugye szakvezető tanárként dolgozom az egyes gyakorlóban,
hogy a hallgatók amilyen hangszeren játszottak, arra hangszereltem meg, és azt mondtam, hogy ezt most ne ez kösse meg a kezünket, hanem egyszer engedjük szabadjára ezt az egészet, és akkor a hozzá megfelelő embereket megkeressük. És így volt az, hogy hát egy oboa, hát az éjszakához, hát oda egy oboa kell, hát akkor azt oboára megcsinálom, és mondták, hogy csináljon meg úgy, hogy gondolom, legfeljebb nem fogjuk előadni, de az készüljön el. És így vált valóra tulajdonképpen. És hát nagyon aggódtam, amikor a végén megnéztem 15 fő, mandolin, meg mindenfélét, ugye az ember könnyen kitalál, de nagyon nehezen valósíthatja meg. És akkor elkezdtem az ismerőseimet, barátomat körbejárni, szülők között megnéztem, hogy ki az, aki muzsikálással foglalkozik. És így jött az, illetve a régi, akik a Lottiba játszottak, azoknak is szóltam, muzsikusoknak, és örömmel elvállalták, hogy viszonylag. A következő percekben az egyetemen történt eseményekről láthatnak rövid tudósításokat. A Magyar Egyetemi Főiskolai Kézilabda Bajnokság országos döntőjének idén is egyetemünk adott helyet. Az egyetemi főiskolai bajnokságokat évenként több sportágban is megrendezik az ország különböző felsőoktatási intézményeiben. A kézilabda döntőt 6 éve a sportcsarnok felépülése óta szervezik egyetemünkön. A területi selejtezőkből 4 női és 4 férfi csapat került a döntőbe. A női csapatok közül negyedik lett a Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi kara. Harmadik az Eszterházi Károly Főiskola Egerből. Második lett a Dunaújvárosi Főiskola. A női döntőt pedig egyetemünk csapata nyerte. A férfi döntőben a Gyöngyösi Szent István Egyetem gazdasági és mezőgazdasági főiskolai kara negyedik helyezést ért el. Harmadik lett az Egri Eszterházi Károly Főiskola. Második helyezést ért el egyetemünk csapata. Első lett a Szegedi Tudományegyetem. A törökországi Dumlupinar Egyetemen tett látogatás eredményeiről tartott sajtótájékoztatót dr. Sipos Béla rektorhelyettes, valamint Tarrósi István külügyi igazgató. A küldöttségben az egyetemi delegáció mellett a pécsi önkormányzat, a megye közgyűlése, valamint a Baranya megyei rendőrfőkapitányság is képviseltette magát. A látogatás legfontosabb eredménye egyetemünk és a kütaljai Dumlupinar Egyetem közötti együttműködés meghosszabbítása volt. Idén is megrendezték a Pécsi Tudományegyetem bora 2003 választást. A régió borvidékeiről 5 fehér és 8 vörös bor érkezett a pályázatra. A szekszárdi, mecsekaljai és villányi borokat nem szigorú borversenyen, hanem jó hangulatú borválasztáson kóstolták meg az egyetem és a karok vezetői. A választást meghatározta, hogy a bor, mint az egyetem legkedveltebb ajándéktárgya, méltón képviselhesse egyetemünket és a régiót, valamint elérhető áron megvásárolható legyen az egyetem oktatóinak és hallgatóinak is. Az idei évben egy pécsi fehérbor és 2 villányi vörösbor nyerte el a zsűri tetszését. A hivatalos bor bemutatóra és az oklevelek átadására szeptember elején kerül sor. A Magyar Orvostársadalom rehabilitációja, avagy milyen törvényt kíván a kamara az orvosok jogállásáról címmel. Dr. Gyenes Géza, a Magyar Orvosi Kamara főtitkára tartott vitaindító előadást egyetemünkön. Az egyeztető fórumon a főtitkár elmondta, a kamarának fenntartásai vannak a privatizációs törvénnyel szemben, hiszen korlátlan magánosítást tenne lehetővé. A profitorientáltságú kórházakat a magántőke saját érdekei alapján működtetni, így sérülnének az orvosok, az egészségügyi dolgozók és főként a betegek érdekei. Az egyeztető fórumot követő napokban a miniszterelnök úr ígéretet tett az orvosi kamarának, hogy a privatizációval kapcsolatos elvárásaikat figyelembe veszik. Így a tőkések a jövőben kötelesek lesznek az egészségügy korábbi funkcióit megtartani. A változásokkal együtt az orvosi kamara is elfogadta a privatizációt.
Az egyetem botanikus kertje május 31-től 5 szombaton várja látogatóit. Május 31-én 9 órától 20 óráig, június 7-én, 14-én, 21-én, valamint 28-án 9 órától 12 óráig tart nyitva a város polgárai előtt. A botanikus kert megtekintése az egyetemi dolgozóknak, valamint családtagjaiknak ingyenes. Kedves nézőink, most Diáktükör rovatunk következik. Én megköszönöm figyelmüket, 2 hét múlva várom Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra! Sziasztok! Az Univerzitás Televízió Diáktükör rovatát látjátok. Most Miatt Kornél kommunikáció szakos hallgató vizsgafilmét tekinthetitek meg. Pek Zoltán a Bölcsészettudományi Kar Romológia Tanszékének oktatója, emellett az irodalomtudományi doktori program hallgatója is. Most, mint zenészszer ismerkedhettek meg vele. Beck Zoltán nagy népszerűségnek örvendő oktató. A hallgatók előszeretettel veszik fel komoly tanóráit. Emellett azonban népszerűségének mérője a 30Y zenekar rajongó tábora is. Szabad szájúnak tűnök, azt hiszem, a legtöbb oktatónál. Mindig megriadok attól, hogyha valami hirtelen állandóvá válik. Tehát, hogyha valami olyan állandóság történik, vagy olyan állandóságot tudok, amelyik aztán nem változtatható meg. Ez, mit tudom én, gondolja arra, hogy az egyetemi évek véget érnek. Az egyetemi év az egyetem egyfelől ad valamiféle állandóságot, amíg egyetemista az ember, de mégiscsak azzal a tudattal működik, hogy azon majd egyszer túllép, vagy továbblép, és máshol keres majd másfajta helyeket. Az ideiglenesség tudata az így nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy az ember működni tudjon. Éppen ez okból jó az, hogyha az embernek sokféle szerepe van. Tehát én nagyon-nagyon rühelleném, hogyha az én leghangsúlyosabb társadalmi szerepem, vagy leghangsúlyosabb társadalmi identitásom az volna, hogy én az egyetem tanársegédje vagyok. Nem azért, mert ciki az egyetem tanársegédjének lenni, hanem egyszerűen azért, mert ez valamiféle változatlanságot jelent, valami olyan megkötést, amit aztán amiből így nem tudsz kilépni, aminek előre megírt útja van, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Egyszerűen jó az, hogy sokféle szereped van, és ez ebben a sokféle szerepben sokféle tudsz maradni. A rádió műsort az Arató Ferenccel, ez egy egészen nagyszerű irodalmár, és ő mondta, hogy sokféle tanártípus van, és a legjobb tanártípus az, aki, és ezek a tanárok valók középiskolába, akik inkább karmesterek és pincérek egyszerre, azaz, hogy kiszolgálják mintegy a diákokat és irányítják a munkát, és van egy olyan fajta tanártípus, aki inkább menjen az egyetemre, akik azt mondja, hogy olyanok, mint az operaénekesek, azt gondolom, hogy én az operaénekes történetbe tartozom, tehát, hogy az előadások, akár tudományos előadások, ezek egy órán, akár maguk koncertek, én mindenképpen azt gondolom el, hogy ott egy ilyen valamiféle színpadként gondolom el ezt a történetet, ahol így a maximumot kell nyújtani. Hányszor mondtam, hogy veled tényleg, hogy ami az enyém, az most már. Én magam gitározni kezdtem, kevés ideig tanárnál ezt eléggé nehezen viseltem ezt a tanári oktatást, aztán így autodidakta módon működtem tovább, aztán megalapítottuk az első gimnáziumi zenekart, és ez a gimnáziumi zenekar aztán működött egy darabig, aztán feloszlott, és most van egy profi zenekar, amiben működünk, és ez lett a 30Y.
legegyszerűbben kellene megfogalmazni, azt mondom, hogy ez egy popzene. A popzene azért az nem művészet, tehát ezt a művészi mást kiépíteni magunk köré, ez eléggé nevetséges volna. A zenekar ügyesben is dolgait általában nekem kell elintéznem. Ez leginkább úgy működik, hogyha valami jó, akkor ezt így közösen éljük meg, hogyha valami gáz van, akkor azt leginkább így megpróbálom egyedül elintézni. Másfelől a koncerteken előttem van a mikrofon, tehát hogy egy frontember nehez nem kerülheti el azt, hogy így beszéljen a közönséggel, vagy kontaktot teremtsen, vagy ilyesmi. Ez vagy sikerül, vagy nem, hát leginkább sikerülni szokott. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, legközelebb két hét múlva találkozunk. Sziasztok!